Elsőként beszéljünk arról, hogy mi történik egy általános vizsgálat során a rendelőben. Ugye nagyon fontos, hogy szinte mindig a gazdival való beszélgetéssel kezdünk, ez nyilván most nem került megörökítésre, hiszen azért az egyesületi malackáknak kicsit más a háttere, ott azért sokkal többet tudok én is előre információként, illetve akár már így pár üzenetben, szóváltásban dolgokat, de nagyon fontos, hogy a súlymérés mindig megtörténik. Ez ugye azért nagyon fontos, mert ezeknél a kis állatoknál gyakorlatilag az egyik legfontosabb információ, hogyha bármilyen betegségük van, az, hogy a súlyuk változik és általában csökken. Mivel tünetrejtő állatokról beszélünk, a gazdiknak is nagyon gyakran javasoljuk, hogyha ők maguk nem teszik, hogy legalább hetente mérjenek súlyt. Mi ezt annyiban tudjuk segíteni, hogy itt a rendelőben minden malackát, aki akárhányszor eljön hozzánk, azt megmérjük, illetve hogyha kórházi ellátás van, ott van, akkor naponta mérjük. Úgyhogy az általános vizsgálatnak ez az egyik első legfontosabb lépése. Ha van korábbi súlya számítógében, akkor azt könnyen össze tudjuk hasonlítani. Ha ne adj Isten a tulajdonos maga is vezeti a kis súlyokat, akkor pedig az is egy plusz információt ad igazából nekünk, meg akkor ő is tudja mondani, hogy ez most több vagy kevesebb, mint amennyi szokott lenni. Következő, ami igazából történik, az egy általános átnézése a malackának. Ez elsődlegesen az, hogy milyen állapotban van, milyen a kondíciója, mit tapintok rajta. Ezt nagyon sokszor a gazdi észre sem veszi igazából, ennek tényleg az a lényeg, hogy felmérjük, hogy kicsit elhízott, sovány, vagy éppen jó kondícióban van a malacka, milyen az általános állapota, érdeklődő-e, egyáltalán tud-e magáról, azért ugye van, hogy egészen extrém idegrendszeri tünetekkel is érkezhet malacka, úgyhogy ez az első, amit a legfontosabb így felmérni. Akár hordozón keresztül, akár amikor kivesszük a súlymérésre, és ez is sokszor már ad plusz információkat így a vizsgálat elején. És utána kezdődik igazából a tényleg rendes általános vizsgálat, amikor is szépen fülétől a farkáig igazából, vagy az orrahegyétől a farka végéig, ami nyilván egy tengeri malacnak nincs, de hát így szoktuk mondani, átnézik az állatkát, és gyakorlatilag egészen a szőrhiányos foltok a kültakarón, hogy van-e bármi élősködő a szőrzetében, annak a felmérése akkor kezdődik el, hogy látunk-e bármi fura kinövést rajta, sérülést, vagy esetleg egy daganatot, tájogot, amit esetleg a gazdi még nem vett észre, vagy észrevett és pont azért hozta, ennek a felmérését, hogy ez mekkora. Hogyha van egy Isten a szőrzetben bármit látunk, akkor veszünk mintát, mikroszkóp alatt is ugye megfigyeljük gyakorlatilag, hogy bármi élősködőt látunk-e benne, ha szükséges, akkor nyilván további kiegészítő vizsgálatot, bőrkaparékot is veszünk a malackától. És akkor emellé jön az, hogy végig kell tapintanunk a jószágot, meg kell nézni főleg a fejénél, ugye, hogy bármi rendellenesség, főleg a fogak tájékán kinövéseket érzünk-e. Ez elég sokat ad, hogyha nehogy Isten egy tájogos malackáról beszélünk, vagy a nyaki tájékot végig tapontani érzünk-e bármit a pajzsmirigy tájékán, ugye az az egyik, főleg idősebb malacoknál gyakori megbetegedésük, ami miatt a pajzsmirigy meg tud nagyobbodni, úgyhogy azt is mindig meg kell vizsgálni. Illetve még ott a fején, amit nagyon fontos nézni, az az orrak, ugyanis azért nem egyszer előfordul, főleg a változó időjárás időszakában, illetve most nyáron a légkondi bekapcsolásával, hogy nagy Isten a malacka húzatot kap, és olyankor azért szokott lenni akár orrvállalékozás is. Úgyhogy elsősorban ezeket megnézzük, majd utána következik a malacka testének a többi része. Itt elsősorban egy hastapintásos vizsgálat, egy felületes, meg egy mély tapintás történik, ahol is felmérjük, hogy a hasi szervek a helyén vannak-e, látunk-e, illetve tapintok-e bármiféle rendellenességet. Ezt úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag mindenkinek a fejében, aki sok malacot vizsgál, megvan, hogy hogyan kéne kinézni egy malacnak a pocakjának, a szerveknek, és akkor megnézzük, hogy ezek a szervek tényleg megvannak-e szépen, illetve érzünk-e bármi rendellenességet, akár egy követ, akár egy oda nem illő képletet, akár túlzott gázosodást, akár a nőstényeknél például a petefészek cisztet, aki jóletesen érezhető, akár a vesetájékon nem érezünk valami rendellenességet, hogy nem-e túl fura a veséje a malackának, szintén idősebb malacoknál. Úgyhogy ez az, amit így mindig át kell nézni igazából, és nagyon-nagyon-nagyon fontos a malacka vizsgálatánál, ugyanis tényleg a hasüregben sok probléma lehet velük igazából. Aztán emellé még jön az, hogy ugye nyilván a mellüreget is, amennyire az ember tudja, oldalról megtapogatja, nyilván ezt teljesen áttapintani a bordák miatt nem lehet. Itt még a mi plusz információt, ez a hallgatózásos vizsgálat, ugye mind a szívét, mind a tüdejét, illetve hát én a pocakjukat is azért, főleg, hogyha ilyen bélrendszeri rendellenségre gyanakszunk, meg szoktam hallgatni. Ez igazából, hogy mondjam, a
Szívbetegséget ebben kiszűrni nem lehet, de már ezen is lehet rendellenességet hallani. Viszonylag gyors a pulzusok, tehát nehéz kihallani bármiféle specifikusat. Ilyenkor, hogyha szükséges, akkor igazából ultrahangvizsgálatra szoktuk őket elküldeni. A másik viszont a tüdőhallgatózás, az olyan szempontból nagyon hasznos, hogy egy tüdőfolyamat tüdőgyulladásnak már van jellegzetes szereje, és akkor erre már tudunk adott esetben specifikus gyógykezelést alkalmazni. Nyilván, hogyha szükséges, akkor további vizsgálat, itt esetben röntgen indokolt lehet a malackánál. És ami még szokott történni, az az, hogy ezután felveszik a malackát az asztalról, és átnézzük a kis tapancsait is, az esetleges talfekét, megnézni, hogy bármi pirosság, vagy akár komoly a fekiesedés látható-e, illetve a pocakján is megnézni a szőrt, az emlőket megtapogatni, hogy bármi rendellenességet érzünk-e, illetve az emlők után ugye a nemi szerveknek a környékét és a végbényülást. Ezeknél elsősorban az, hogy szennyezette. Egyrészt a húgyutaknál szokott lenni olyan, hogy mivel magas ugye a kálcium tartalma a vizeletnek, ezért valamennyi kicsapódik. Hogyha ez minimális mennyiségben jelen van, akkor az igazából megszokott, főleg idősebb malacoknál, akik kevésbé aktívak. Viszont azért itt, hogyha komolyabb szennyeződést látunk, esetleg sokat fekszik a pisiben, sokat pisil a malacka, akkor szintén már gondolkozunk azon, hogy milyen betegségek jöhetnek a képbe, akár vesebetegség, ugye? Illetve a végbőnyílás tájékánál szintén a szennyezettséget nagyon fontos nézni, hogyha a malackának normális a bélsárürítése, akkor nem szokott probléma lenni, hogyha fel van borulva a bélflóra, kicsit ingabb a bélsár, akkor már szokott szennyeződés lenni, illetve hímeknél ugye a végbélzacskóba szokott azért, hogyha főleg nem annyira aktív, esetleg artrózisos a malacka, akkor azért ott fel szokott gyűlni a bélsár, ezt ugye ki szoktuk üríteni adott esetben. És akkor el is értünk arra a pontra, hogy ha malackán mindent végignéztünk, akkor már csak a lábai vannak, ezeket is ugye, hogyha adott esetben van rá panasz, akkor meg kell vizsgálni, hajlítgatni, az izületeket megnézni, és akkor azzal lehet kizárni bármiféle problémát. Nyilván itt is specifikusan, hogyha sántikál a malacka, akkor adott esetben több hangsúlyt fektetünk erre a vizsgálatra, mint egy egészséges, egy-másfél éves malackán, akinek nincsen traumás előélete. Úgyhogy ezen kívül még van egy-két extra vizsgálat, amit nem mindig szokott az ember végignézni, például a gerinctájéknek a vizsgálata, hogyha leejtették a malackát, esetleg nehezebben mozog, bénulásos tünetei vannak, akkor azt is alaposan végig kell vizsgálni, de egy egészséges fiatal malackánál nem feltétlen szoktuk végignyomkodni, hiszen azért az ember zsákmányállatoknál nyilván azt a vizsgálatot végzi el, amit tényleg szükséges, és nem stresszeljük fölöslegesen őket. De ami még az ilyen általános fizikai vizsgálatnak tényleg a legvégén mindig szükséges, az a fogaknak a vizsgálata, ugyanis azt otthon a gazdi nem tudja elvégezni. Ez ugye a metszőfogaikat azt ugye látja a gazdi is, és hogyha azon van bármi nagyobb rendellenesség, akkor azért azt észreveszik és szoktak vele jönni, de a hátsó fogakat ugye nem lehet vizsgálni otoszkóp nélkül, úgyhogy gyakorlatilag ez úgy szokott működni, hogy az egyszerűbb esetekben csak belenézünk a malacka szájában, és látjuk az otoszkóppal belevilágítva a kis fogait, és meg tudjuk ítélni, hogy van-e rendellenesség, vagy nincs. Ezt mind a négy fognegyedet egyenként végig kell vizsgálni, és gyakorlatilag amennyire a malacka hagyja, és amennyire nem hisztizik, a lehető legalaposabban megnézni. Ez nem 100%-os, hiszen a leghátsó fogakon akkor is lehet egy-egy olyan csipke, ami elkerüli a figyelmünket, de azért a komolyabb fog gondok mindig látszódnak, és nagy százalékban azért ebben kiszűrhető az, hogy bármi fog probléma legyen a malackánál. Illetve, hogyha a malacka ezt annyira nem szereti, és útközben is végig szénázgatott, ami egyébként egy nagyon jó dolog, hogyha tulajdonos étellel és innivalóval hozzá a malacot, ez tényleg mindig pluszpont, de olyankor nagyon gyakran van az, hogy az otoszkóppal esetleg nem látjuk a fogakat, mert teli van takarmány maradványokkal a malacka szája, ilyenkor szoktuk azt, hogy fogunk egy fecskendőt, tiszta vizet, és picit átmosok a malacka száját, gyakorlatilag ezzel láthatóvá téve a dolgokat, és akkor ilyenkor az átmosás után még kis vattapálcákkal ki lesz tisztítva. Ez a malacot kicsit jobban meg szokta viselni, de gyakorlatilag ez szükséges ahhoz, hogy pontosan lássuk a fogakat, hiszen úgyhogy rajta van az összes szín a maradvány, úgyhogy nem igazán lehet megítélni, hogy van-e fogkopási rendellenesség. Úgyhogy ez az, ami igazából egy sima általános vizsgálaton történni szokott. Nyilvánvalóan, hogyha bármi szükséges, akkor a további kiegészítő vizsgálatokkal lehet haladni.